Üdvözlök mindenkit! Következő videóban egy új videófelvő programot fogok bemutatni. Hát szerintem a nézőim 95%-a ismeri, úgyhogy nem lesz újdonság. Na hát a Frapsel, hát lehet, hogy nyugdíjba küldöm a Frapset. Igazából nem teljesen, mert a Frapsel lehet csak ugye felvenni az asztalt, tehát nem fogom, meg ugye hagyom, hogy kírja az FPS-t, ugye azt nem fogom. Mert ezért szeretem nézni, mondjuk kír az Afterburner is, de jobban szeretem ugye, hogyha a Fraps írja ki, ugye sokkal szembetűnő, és nem kell annyira nézni. Na mindegy, majd összezavarodok az elején. Na. A program, amire le fogom cserélni a Frapset, mármint csak gameplayeknél, az az MSI Afterburner. Miért is cserélem le ugye? GTA 4 gameplay. Egy vinyó van nekem a játék, és egy vinyóra veszek föl, és a GTA 4 kegyetlenül leterheli a Winchestert, és ha én még megnyomom a Frapset, hogy fölvegyen ugyanarra a vinyóra, azt hiszem 1 millió kilobit per kilobit per szekundummal, ugye nagy bit sűrűsége, akkor kegyetlenül aggol a játék, ugye mert le van terhelve a vinyó, tölt mint az állat, ugye ezt láttátok a Commando Party végén is, szaggatok mint az állat, és az MSI Afterburnerbe bebírom állítani, hogy milyen felbontásba vegyen föl. Tehát nem azt a felbontást veszi föl, ugye, mint a Fraps, hogy akkor amekkorába rakom, akkorába veszi, nem. És kipróbáltam emberek, a single-be a GTA 4 Fraps-el akadt, mint az állat. Kipróbáltam Afterburnerrel, és nagyon szépen ment, minthogyha nem is vennék gameplayt. Egy akadás nem volt, ugye azért, mert nem terheli le a vinyót annyira. Ugye beállítottam, hogy 1280x720-ba vegyem föl, ugye 720p-be, és tehát tulajdonképpen emiatt nem foglal, és még helyet is, hát nem tudom, hogy azt hiszem tegnap fölvettem 58 perces Saints Row videót, és az 58 perc volt 50 giga, úgyhogy az elég durva, mondjuk az 58 perc frepszel, hát mondjuk, igen, mondjuk attól is függ, hogy hány FPS-sel veszem mondjuk, de hogyha 30-al vettem volna, akkor azt szerintem van 150 lett volna körülbelül. Úgyhogy, na mindjárt nem is pofázok, mert gondolom, inkább most már látni akarjátok. Először is le kell tölteni az MSI Afterburner-t, ingyenesen le lehet tölteni az oldaláról. Egy a lényeg, hogy a 2.3.1-es verziót szedjétek le, ugye mondjuk már csak ez van fönt az oldalán, ezt tudjátok már csak leszedni, hogy itt van, hogy 2.3.1. Szóval bejön ez az ablak, rámehetek ott settings, és itt van olyan fül, hogy video capture. Rákattintotok, ugye itt be tudod állítani, hogy melyik gomb lenyomásával induljon a felvétel. Azt beállítod, oda kattintasz és nyomsz egy gombot, én nekem most az end-el veszi. Aztán a videóformat az MJPG compression, igazából szerintem ez teljesen jó, nem tudom, hogy a többi milyen. Gregory ajánlotta nekem annól azt a programot. Aztán igazából nem vár be, mert a renderelés után eltűnt valamelyikünk hangja, de most már sikerült megoldani, úgyhogy most már működik. Tehát akkor a 100% quality az legyen 100%. Igen, itt lehet beállítani, hogy a, most valaki rám, mindegy, teljesen lényegtelen. Itt tudjátok beállítani, ugye azt is be lehet állítani, hogy egy-ketted arányba vegye föl, de szerintem egyszerűbb, hogyha konkrét felbontást állítasz be, például 720p-t, 1280x720 beállítod. Aztán framerate, FPS, igazából nekem az 30-on van, szerintem ez teljesen korrekt. Ja, és ez nem olyan, mint a Fraps, hogyha beletöd a Frapsbe 50 FPS-t, és hogyha lehetne 60, akkor nem engedi, hanem csak 50. Nem, ez csak maga, amit fölvesz a videó, annyi FPS-t. Tehát itt nem lesz olyan, hogy lenyomom, és akkor lemegy 30-ra, és a fölé nem megy, mert ugye korlátozza, hanem megy, följebb is megy, csak maga, amit fölvesz a videó, az lesz 30 FPS. Na, és még... rám is írta Martin, hát pont jókor jön be ő is, de mindegy. Szóval, ezt még azért elmondom. Aztán a frame rate limit disabled, igazából én ezt 1 FPS-re tettem. Igazából nem tudom milyen limit ez, gondolom az, hogy mennyinél álljon meg a felvétel talán. Na mindegy, rakjátok egyre,
Igazából nem tudom, ha ti jobban értetek hozzá, akkor állítsátok be. Aztán a, hogy hova mentse ugye a gameplayeket, ezt itt be tudjátok állítani. Következő módnál így állítsátok be, nálam így van, automatik is, egyik sincs kipipálva. Aztán az audionál nagyon fontos, az első az auto select legyen. Ő nem vállal felelősséget, hogy mindenkinek jó lesz ezzel a beállítással, de Izabellának is így van, és neki is működik. Tehát tulajdonképpen, hogyha elvileg, hogyha így beállítjátok, akkor így mindenkinek fogja fölvenni a saját hangját, illetve a teljesen lévő más ember hangját is. No, tehát akkor az első az auto select, a második az van ez a Direct Sound Capture Device, igazából erre kattintsatok rá, és itt nagyon fontos, nem auto select, hanem válasszátok ki, hogy a mikrofon, mondjuk nálam most pont ezt ér, hogy mikrofon valakinél, csak hogy miket ír, mik, realtek, mit tudom én, valamit, az a lényeg, hogy itt válasszátok ki, hogy a mikrofont vegye föl. Aztán itt ezt az utolsó kettőt pipáljátok ki, illetve itt állítsátok stereo ripre. Tulajdonképpen ennyi lenne. De elvileg nem is kellett volna ennyit pofáznom, mert igazából itt megmutatom, és ezek eszerinti be tudjátok állítani magatoknak. Úgyhogy tulajdonképpen nem is kellett volna. Elmondom, na mindegy, hát elmondtam a lényeget, így tudjátok beállítani jó gameplayezést. Most még tesztelem. Már leteszteltük a Saints Row-val, működik, király, úgyhogy hát ja, használtok egészséggel. Aztán nem tudom, igazából mondom, ha így álltjátok be, elvileg nem lesz probléma. Ja, honnan tudjátok, hogy veszi? Itt fönt, ahova rakjátok most adott esetben, ugye, hogy GPU hőmérséklet, stb. Egy kis kör fog, egy kis kör lesz, ami ugye egy, na, forog, na, hogy is mondjam nektek. De tudom, tulajdonképpen látni fogjátok, hogy most megy a felvétel. Na hát ennyit akartam mondani, így állítsátok be. Tapasztalat, hát igazából szerintem van 10 FPS mínusz, amit én eddig tapasztaltam, mert ez ugye eltérő lehet a játékoknál, de mondom, tényleg nincs az, hogy most elnyitom a felepszét és akkor akad mint az állat, de mindegy, az új vinyót így is meg fogom venni, tehát külön vinyóra fog menni a felvétel és külön a vinyóra mennek a játékok. Úgyhogy kár, hogy nem vettem észre, ugye, mert ezzel a programmal simán vette volna a GTA partikat akadás nélkül, de nem baj, megjön majd hamarosan a vinyó is. Itt egy jó kis program, ami spórol a helyjel, és elég jó. Én meg köszönöm, hogy velem voltatok, használjátok egészséggel, remélem, hogy hasznos információval szolgáltam. Ha kihagytam valamit, szóljatok, sziasztok!